Na, hello, srácok! Nem akartam itt, mit tudom én, olyan videót csinálni, hogy hello, vettem egy Ford Transitot, de amúgy tényleg. És egy nagyon-nagyon szép kis Ford Transitot vettem, megmutatom nektek, ott van. Ott. Jaj, legyen meg! Ezt a Ford Transitot azért vettem, mert a kurírral az a baj, hogy bár benzines, így a városban tökéletesen tudjuk használni, ellenben nagyon kicsi. És nem tudok olyan dízel teherautót vásárolni, ami nem enne tönkre egy év alatt, vagy akár kevesebb, mint egy év alatt a városi használattól. Ugye, hogy DPF szűrő, mi egymás. 2,5 literes szívódízel motor, 69 lóerő. A DPF szűrőt még hírből sem ismeri, egyébként 1999-es, és nagyon szép állapotban van, majd láttok róla egy videót. De nem is azt akarom most kihozni, hanem elmesélem nektek, hogy mi történt, közben valaki hívott. Hogy mi történt? Hát a kurva élet! Itt lakunk ugye ebbe a csodálatos társasházba, ahol mindenhol kamerák vannak, mindenféle sznob, milliómos emberek tisztelt a kivételnek laknak, mindenféle luxi-muxi autókkal, és lényeg az, hogy egy biciklit, egy ilyen szebb napokat is látott mountain bike biciklit örököltem gyakorlatilag, ami egy hosszú történet, nem ez a lényeg, hanem itt tároltam már 3 hónapja kb. Ebben a garázsban, és mindig valahova tettem, mindig a pizé volt, ó, majd elviszem, de valakinek mindig útba volt, és gyakorlatilag onnan oda, innen ide, onnan oda, onnan ide, mindig valahova került a bicikli. Most, hogy költözünk innen, behelyeztem a 99-es évjáratú Ford Transitba, ami valljuk be, nem illik a képbe, mert nem egy luxi autó, nem egy csili-vili babszalma, hanem egy régi kocsi, ami azt sejteti valószínűleg a snob szomszédokkal, hogy egy csóró tolvaj geciéj. Mondom én, mert hogy ezt az üzenetet kaptam az autóra. Rövidivel leírtam a rendszámát, kérem, tegye vissza a kerékpáromat a helyére. Tehát, hogy már kinézte belőle, hogy a 22 éves autó tulajdonosa egy mocskos tolvaj, holott kurvára nem az övé a bicikli, hisz az enyém. Tehát ez ilyen egyszerű. És én írtam neki egy nagyon kedves öntől, de a bicikli az én tulajdonom. Itt leírtam, hogy hol lakok, mik a kocsijaink, és költözés miatt állok itt, és visszam a saját dolgaimat, és utóírat, ez nagyon cinkes. Tehát bazd meg, hogy... Nem tudom. Nem értem. Amúgy nem szeretem az embereknek azt a fajtáját, akik itt Debrecenben a fórumba játsszák az eszüket, akik szét vannak luxi ruházva, és közben azt se tudják, hogy hanyas a kabát, meg nem tudom, nem szeretem a sznobokat amúgy sem, és most elnézést kérek mindenkitől a napszemüvegért, de azért vagyok napszemüvegbe, mert a srácokkal csináltunk egy évzáró bulit, és én körülbelül 7 hónappal ezelőtt ittam utoljára alkoholt, úgyhogy annak is nagyon tudok örülni, és ilyen apróság miatt boldog vagyok, hogy jelen pillanatban a gyomortartalmam ott van, ahol lennie kell. Nem pedig távozik az orlukamon és a számon keresztül. Fú, szóval nagyon zavar a fény, nyilván a vaku még jobban zavarna, viszont vaku nélkül nem tudok videót csinálni a kocsiba, úgyhogy egy snob köcsög vagyok, ezért berében ezve ülök, bazd meg az autóval. Fú. Na szóval ezt szeretném nektek elmondani, ezt a sztorit, hogy nagyon boldog vagyok, mert vásároltam egy Ford Transitot, ami 1999-es évjáratú, kettőfeles szívódízel, 69 lóerőbe van írva a forgalmiba, annyival jött ki a gyárból, jelen pillanatban nem tudom mennyi van benne, viszont nagyon ereje teljébe van, és egyáltalán nem füstöl. Nagyon szép hangja van a motorjának, kívülről is nagyon szépen rendben van téve, mert mindig harosdás volt, rendbe tették. Az első tulajdonosa 2001-ben adta el a 99-es szalonos autót, ez magyar autó egyébként, azért is GTV a rendszáma. 2001-ben adta el 61 ezer kilométerrel a mostani tulajdonosának, vagyis már nem mostani, mert én vagyok most már a tulajdonosa, aki is 528.824 kilométert helyezett az autóba. Nem a 61 ezeren felül, hanem tehát összesen van annyi benne. Úgyhogy én most beballagtam a
kedvenc márkámnak a márka szervízébe, itt Debrecenbe, a vagépes fiúkhoz, és bejelentettem szervízre ezt az autót, mert van nekem egy nagyon jó barátom, aki szokta szerelni a kocsijaimat, de nyilván ő is januárban ér rá, meg a Ford is januárban ér rá, de meg akarom csináltatni, úgy döntöttem, hogy csinálok belőle egy videót, és most tényleg, Ati, nehogy azt itt, hogy megcsallak, vagy valami, kurva kíváncsi vagyok, csinálni akarok egy videót arról, hogy mi van akkor, ha az 530 ezer kilométert futott, 99-es évjáratú tranzitoddal beballagsz egy márkaszervízbe, és kérsz egy olajcserét, egy kormányműjavítást, nincs ízítás, nézzük meg, hogy miért, nézzük át a futóművet, és a zárakat is tegyük rendbe, hogy nyitható, zárható legyen az autó. Mennyibe kerül 2022-ben az, hogyha a 22 éves... illetve akkor már 23 éves Fordodat, beviszed a márkaszervizre. Mindenki el van álljú, hogy jaj, márkaszerviz, nem oldom a kocsimat, meg kurva drága, meg lehúznak, meg nem cserélik ki az olajat, meg blabla, jönnek a nagy hülye dumák. Na, szóval úgy döntöttem, hogy ebből csinálok egy tartalmat, és nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha 23 éves autót viszek márkaszervizbe, ahol e-mustangokat szervizelnek, meg GT-ket, meg Exige-ket, meg vagy nincs is Exige, az egy, lehet, hogy ez egy olajmárka. Mi a tököm az, várjatok, nem jut eszembe, nem Everest, mert az itt nincsen, csak Ausztráliában. Edge, Ford Edge-eket szervizelnek ott, ugye, meg Explorert, meg nyilván Focust, Fiesta-t, C-Maxot, B-Maxot, Climaxot, ja, azt nem, mert az nőgyógyászati, de tehát, hogy mindenféle ilyen csili-vili babszalma autókat, de vannak ott persze 10 éves autók is, de ilyen öreg, még nem tudom, hogy volt-e, nyilván volt, de nem most, hanem 10 évvel ezelőtt, úgyhogy gyerekek, márka szervízbe visszük a Ford Transitot, és majd akkor legközelebb, amikor világos lesz, és nem ez a kellemes környezet, ahol kinézik a mocskos tolvaj fajtámat, aki bicikliket lop, majd akkor csinálok egy körbejárós videót, hogy na, így néz ki a tranyó, meg nyilván lesz majd cold startos videó, csak azt akarom, hogy legyen hideg, hogy rötyögjön a nagy dízel, mert attól nekem bizsereg, szóval, na, ilyenek. Jó, gyerekek, legyetek jók, szobatiszták, kellemes magömlést kívánok mindenkinek, és ezúton szeretném üzenni azoknak, akik kommentelnek a videóim alá, hogy mocskos a szám, és miattam fognak csúnyán beszélni a gyerekek, meg stb. Stb. Elkeserítelek titeket, a mostani tizenéves gyerekek csúnyában beszélnek, mint én, és nem tőlem tanulták, és én azért beszélek így, mert ilyen vagyok. Ha nem így beszélnék, hanem mízesen, mázasan csinálnám a videóimat gyakorlatilag, nem adnám önmagamat, megjátszanám magam, és nem lenne true a sztori. Tehát, hogy most, ha nem haragszotok meg, nem vagytok túl sokan, de nem fogom megerőszakolni magamat miattatok, mert amúgy ez az én csatornám, tehát aki érdekel és szereti, az megnézi, aki nem, meg nem, és én nem fogok tarhálni tőletek feliratkozást, meg lájkot, bár egy csomóan mondták, hogy kell mondani, de nem érdekel, mert akit érdekel, akkor is megnézi, ha nem szopom le érte virtuálisan, hogy nyomjon egy lájkot, meg kommenteljen, azt csináltok, amit akartok, ami jól esik, én is azt csinálom, azért vannak olyan videóim, amilyenek. Úgyhogy boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, legyetek jók, és ne ígyatok egy liter unikumot egy éjszaka alatt, mert akkor muszáj lesz napszövegben járnotok világosban, meg sötétben is. Fú, bazzeg. Egy fél évig biztos, hogy nem iszok alkoholt, megint, jaj. Na, befejeztem, mert kiszáradt a szám, meg zsong a fejem, úgyhogy legyetek jók, gyerekek, nem mutatom meg nektek a szememet, mert akkor az rosszabb lenne, mint a csúnyán beszélnék egyfolytában egy percig. Szevasztok, csá! Viszketek, bazd meg.